A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Check Engine hektikusan megjelenő podcast műsora, ezúttal a vendégünk Ágó Béla. És tudom, hogy a nézőink nagy része az inkább hallgató ebben a formátumban, de most mindenképpen érdemes bekapcsolva hagyni a kijelzőt, vagy mosogatás közben oda támasztani a telefont, mert hogy képeket is fogunk nézegetni itt a hátunk mögött a megjelenítőn, ugyanis Béla a 39. Magyar Nagydíjon is, mert már nem ma kezdted ezt a tevékenységet, szóval a 39. Formula 1-es Magyar Nagydíjon is scrutineerként vett részt. Na most én a scrutineerről mindig azt hittem, hogy az a gépátvevő, tehát aki a versenyautók versenyre felkészítettségét ellenőrzi, de te azt mondtad, hogy ez egy sokkal átfogóbb szerepkör, hogy ez technikai ellenőrséget jelent, de most akkor mi a pontos feladatköre a scrutineernek? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igen, valahogy ez a dolog, ez akár félre is érthető, de mind a kettő a feladata, tehát a verseny előtti, a verseny közben és a verseny utáni műszaki ellenőrzések. A műszaki ellenőrzés beleérti a biztonsági dolgokat is, tehát az is szigorúan ott van benne. Ahogy egyre magasabb szintre megyünk, úgy a bizalom, az őszinteség egyre magasabb, ami látható. Tehát például a verseny előtti ellenőrzéseket, a gépátvételeket, azokat például a Forma 1-ben nagy rész önbevallással csinálják. Tehát kitöltenek kapnak egy checksheetet, kitöltik, és azt bevallás alapján benyújtják, hogy igen, ezt is leellenőriztem. Gondolom, a checksheet az itt ilyen telefonkönyv jellegű. Nagyjából igen, egyrészt igen, ha még emlékszünk arra, hogy mi az a telefonkönyv, de van sok tétel. Azért a verseny előtt a biztonság a legfontosabb. Az, hogy a saját protokolljuk mi, hogy megnézik, hogy az autó tömege rendben van-e, hogy a méretek megfelelnek-e a Forma 1 2024-es szabályainak, az már az ő belső dolguk. És akkor, hogyha tehát ez önbevallásos alapon megy, és akkor utána jön a szúrópróbaszerű ellenőrzés, ahol kibukhat. Ez a verseny előtti, ami az önbevallásos, és akkor a verseny közben és a verseny végén jön az az ellenőrzés, amikor kibukhat, mint ahogy most ki is bukott. Mindjárt kitérünk erre, de azt látni, hogy a Forma egy valami félelmetes infrastruktúrával kering a világban. Tehát elképesztő méretű és logisztikájú művelet az egész, hogy miért van az, hogy az adott ország műszaki szakembereit kérik fel erre a feladatra, és nem viszik magukkal ezeket az embereket, hogy a korrupciót akarják elkerülni, vagy hogy mi az oka annak? Valóban óriási felkészültség van, megpróbálják ezt valahogy közös nevezőre hozni. Tehát ha az egyik versenyen az A gépátvevő egy picit másképp érti, és a másik versenyen a B gépátvevő másképp értelmezi a dolgokat, meg és így tovább a 10-20 helyszínnel, akkor abból lehetne egy kis káosz. Ezért van egy velük utazó állandó stáb, aki talán biztosítja ezt az állandóságot értelmezés szempontjából, és a helyi csapat pedig én azt gondolom, hogy sokkal olcsóbb helyben van, kevés az utazási költsége, a napi díja, stb., és ők oldják meg azt a volumen feladatokat, amik egy ilyen versenyen vannak. Mielőtt kitérünk Russellre, még annyit mondj, hogy milyen fajta emberek, milyen fajta jogosítványok kellenek ehhez, hogy ezt a szerepkört betölthessd. A magyar... Az MNAS jelölkiteteket, vagy szigorú. Az FIA? Tehát minden autóverseny, mint erről már privátban is beszélgettünk, manapság is voltak ilyen jogszabályi változások, minden autóversenyzést, akármilyen fedőneve is lehet, de ha autónak az idejét mérik és versenyeznek egymással, akkor arra minden országban az ASN, az Autosport National, tehát a Nemzeti Autósport Szövetségek a felelősek. Uh-huh. Ha ide jön egy Forma 1, akkor is a sportszakmai személyzet, a sportszakmai feladatok ellátását a helyi autósport szövetségnek, az MNAS-nek ebben az esetben kell koordinálnia. És akkor ezek mindenképpen mérnek végzettségű emberek, vagy valamilyen egyéni... Nem feltétlenül, mert azért itt rengeteg tudást össze lehet tapasztalati úton szerezni. Van olyan kollégám, aki már az első nagy díjon is technikai ellenőrként dolgozott. Majdnem 40 éve. Így van, nagyon fiatalon kezdte, hát ma is csak egy kicsivel idősebb, de ez azt jelenti, hogy ezt az információt, ezt a tudást így is össze lehet szedni, többféle megoldás van. Mindenképp műszaki végzettségű kollégáim vannak, és hát nagy tapasztalat. És van valamiféle teszt, vizsga, vagy szinten tartó oktatás? A teszt az előző évi versenyen való
működésed, szereplésed, van előtte képzés természetesen, eltérő intenzitással, ha egyik évről a másikra sokat változnak a szabályok, akkor bizony komolyabb, ha nem, akkor csak egy kicsit lazább, és ebből áll össze az a csapat, ami ugye gyakorlatilag most autónként egy-egy fő, konkrétan autóhoz rendelve egy fő ellenőriz. Te idén a Saubernél voltál. Igen, most már évek óta ott vagyok, még ugye Charles Leclerc, Kimi Räikkönen, amikor ezeket kezdtem ott. Ugye most másfél héttel vagyunk a Magyar Nagydíj után, legalábbis most vesszük föl, aztán majd valószínűleg a héten kerül adásba, de hogy azóta volt egy belga nagydíj is, ahol volt egy kis balhé, hogy Russellt, George Russellt kizárták, mert az utólagos ellenőrzésen az autója könnyebb volt, mint 798 kiló. Akkor ez ugyanígy egy hozzád hasonló szkrutinírnél bukott ki, vagy pedig ez már egy más szervnek volt a felelőssége, ez az ellenőrzés. Éppen azt a képet, amit látunk, ott az történik, hogy a mérésről toljuk vissza az autót a gyűjtőhelyre, tehát itt, ahol nagyjából mi vagyunk, itt állnak sorban az autók, innen tologatjuk egyesével a mérlegre, és a mérlegről pedig vissza, de a mérlegen még más apróságokat is megnéznek. De hogy akkor ez nem szúrópróbaszerű, hanem minden autó? Minden autó. Tehát aki nem törte össze magát, azon kívül mindenkit megmérünk. Azon gondolkodom, hogy nem tudom, hogy mernék-e hozzányúlni. Tehát gyönyörűek ezek az új Forma 1-es autók, de olyan törékenynek néz hát, ki, hogy... Hát ez nagyon így van, igen. Tehát hogyha nem jó helyen fognád meg, akkor azért simán behorpad, összetörik. Eleve maga a struktúra az meg iszonyatosan annak meg kell. Ezért is látod, a jobb kezem például a hálón, ami nyilván azon is van egy rugalmas műanyag bevonat, de a tövében egészen szilárd, tehát azt nyilván ott fogom meg, és akkor vannak még olyan helyek, amit óvatosan meg lehet fogni, nyilván figyelem a többieket is, hogy hova nyúlnak, de hát kialakult ez, hogy kb. Mi az, amit meg lehet. Hát egyáltalán nem az oldalsó dobozt, főleg nem a motor fölött itt az oldal, a sidepod, de hát ami a hűtőknél van, még az talán, és kb. Ennyi. Hány éve tologatsz Forma 1-es autókat? Először 97-ben vagy 98-ban voltam Forma 1-en technikai ellenőr. De akkor neked is közel 30 éve. Közel, így van. Azért adtam be a kerékről a képet, mert ugye volt az eskügyárink nagyjából egy másfél hete, amiben egy ilyen központi anyás versenykereket csodáltunk meg sokszor egymás után, és hogy ez egy Forma 1-es autókereke, ugye? Így van. A külső burkolat nélkül. Ez az a gumi, amit a F1-es motorhome előtt kiállítanak, hogy milyen keverékű gumik használhatósak ezen a versenyen, száraz és esős vagy vizes gumik, és ez egy burkolat nélküli kerék gumival, meg lehet nézni a struktúráját, mert ugye a burkolattal látjuk leginkább abban a szépnek, talán lehet nem mondható gömbölyűvel. Most már a nagyon drága utcai sportkocsik, meg a nem olyan drága utcai sportkocsik, hiszen a Mustangot is lehet venni karbonkerékkel, mint szénszálas felnivel megvásárolható a Forma 1. Miért maradt a magnéziumot vezetnél? Nem tudom, ezen még nem gondolkoztam, hogy ők miért ezt választják. Azért itt elég sok szerelés van, elég sokat utaznak, és azért sok minden történik ezekkel a felnikkel. Én azt gondolom, hogy az élettartam. Sérülékenység. Igen, a sérülékenység, az élettartam, a szempont lehet. Ennél, ugye látod megint ezt a központi kerékanyás megoldást, megnéztem hátulról is, hogy hogyan néznek ki ezek a felnik, mind a Pirelli szerelő részénél, boxainál, meg itt is. Azért eléggé optimalizálva van ez a felnik, nagyon széles. Azért készítettem a fotót, mert hogy itt a kollégákkal látszol, ez gondolom valamilyen verseny előtti eligazítás. Pont az egyik eligazítás, hogy így van. Hányan vagytok? Tehát, hogy a fogadó ország, ami éppen megrendezi az adott nagy díjat, az hány ember delegál ebbe a szkrutinír csapatba? Csak a szkrutinír csapatba 25 kollégával dolgozunk. Uh-huh. Többségé, hát sőt, idén nem is volt olyan kolléga, aki nem lett volna már korábbi versenyen, én legalábbis így arcról sem ismerem. Képzeld, és van azért külföldi is. Tehát van, aki megy egy-két versenyről versenyre, nem jelentős, ma ha jól emlékszem, két olyan kollégánk volt, aki külföldről jött. Ez valamiféle egyéni preferencia? Egyéni, tehát szeretne csinálni. Hogy részt akar venni. Úgy van. Plobbizik érte, és akkor ott van. Ez egy F2-es autó. Pontosan. Betétfutamos autó. Igen.
És hogy az merült fel bennem, hogy ugye most már akik itt rohangálnak a versenyeken, mindenkinek a zsebében ott van az okostelefon, neked is, hogy 400 képet készült a hétvégén, és hogy nincs-e valamiféle tilalom a fotózásra. Mert oké, ez most itt éppen egy nem annyira komplex szárny, meg ugye az F2 az meglehetősen még kötöttebb, mint kötött, forma egy. Van. Lényegében egy márkakupa, ha egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy márkakupa, ezért olyan nagy titkok nincsenek, ezért is. Tehát van fotózási tilalom. Én a munkám során a boxban nem készíthetek felvételt, ezt be is tartottam, tehát én nem megjegyeztem. Tehát olyan vagyok, mint az amerikai bírósági tárgyalásokon, hogy ilyen kis festmények meg rajzok készülhetnek. Na, az a memóriámban megvan, de azokról nem készítettem. Ja, tehát ez a 400 kép, ez csak az, ami neked a legális fotózás. Ami a legális fotózás. Igen, ide a kurzort azért próbáltam ide vezetni, hogy egy olyan érdekes dolog, hogy az orrkúp és a szárny vége, még ha közelebb mész hozzá, még a bal oldalira, azok nem ér hozzá. Ott nem a teljesen a kép. Mert hogy ugye mozog. Mert hogy ennek van egy olyan terhelése, amire ez, hogy is mondjam, beáll egy kisebb ellenállás irányába, és ugye a középen van rögzítve, és a felső két szárny profil, az nem ér hozzá. Az bizony deformálódik, hajlik, és alakul sebességfüggvényében. Kopás is látszik. Valami, igen, mert amikor ott a fóliát. Rádobja a rázókőre, akkor itt kifejezetten nagy mozdulatok történnek. Na, Alonsoéknak a pitje az Astonnal, és hogy nekem ez már például meglepő, hogy ilyenkor az ember háboríthatatlanul így mehet és befotózhat egy istállónak. Igen, úgy, mint a sajtósok, ugye, igazából ez a lehetőség megvan. Sok mindent látni itt, nem kell rácsodálkozni, de van, akinek új, és hát miért ne osszunk meg ilyen dolgokat. Tehát aki erre egy kicsit figyel, az sok mindent észrevet. Ugye látod, a hűtőventilátorok már hosszú csővel jönnek. Ott a közepén, most itt egy kicsit nekem fejjel lefelé van, de azért megpróbálom a mozgás koordinációmat. Bocs, rámegyek. Ez a befúvódílás, ott igen. Az is ugye a két aksis befúvó, ami ott a felső kúba fúj be levegőt. Igen. És az bizony már, hogyha megnézed és egyszer lekerül a burkolat, akkor látható, hogy nem csak a motornak a légbeszívása, hanem onnan a gyújtótrafótól kezdve a hidraulikus pillangószelep állításig mindenhova mennek a különböző csövek, és ez bizony valóban hűti minden esetben. Mennyivel a futam előtt indítják be ezeket az autókat? Hogy ezek passzív hűtésesek, tehát ha jól tudom, ventilátor nincs a paneleken. Sehol. Csak a, tehát hogy keringeti a vizet. Így van, és a nyilván alapjáraton helyeken nem melegíti meg, de hát ugye az alapjárat is 5000. Na, szombaton a kvali után folyamatosan fűtik. Igen. Egészen vasárnap 10 óráig, amikor újra elkezdhetnek dolgozni, tartják. Végig melegen tartják. Este lekapcsolják a villanyt és keringetnek. Elektromos csatlakozóval, ezekből a felső overhead konzolokból folyamatosan fűtik a motort. 80 fokon tartják a teljes hűtőrendszert. Ne stresszeljék az ötvényt, vagy ne legyen benne egy hősokos repedés kockázat. Az benne van, de a lehűlés fölmelegedése mindig jön páraképződés. Ezt ők folyamatosan 80 fokon tartják. Ez ugye az üzemmeleg kifejezést megközelíti, de nyilván amikor beindul, akkor tágul a dugattyú, szelepek, stb. De mindenképp hamarabb eléri az üzemi hőmérsékletet, és 3 indítás van a valós kigurulás előtt. Tehát egy szabad edzés, egy már úgy értem, hogy még a bármikor, amikor kigurul az autó, akkor 3-szor indítják be az autót melegítési céllal. Ja, hogy ja. Tehát nem a hétvégén, hanem a hétvégén minden kigurulás előtt 3-szor. Így van. Húzd még össze a képet. Aki egy kicsit a műanyag technikában járatos, ott alul azt a szerszámot biztos észreveszi, azt a kis levegő szerszámot. Igen, igen, polírkorong? Igen. Húzd ki esetleg azt a sarkot, ha tudod. Hát polírkorong, de ugye még a karbonnak a megmunkálására még bizony itt is használják ezt a szerszámot, sőt, amikor eltörik valami, elrepet, hiszen elég vékony megoldások vannak itt, akkor a javítás után a kötőanyag fölösleget ezzel csiszolják le. Kasztizzák az autókat. Úgy kasztizzák, tehát azért a levegőszerszám itt
dolgozik rendesen. Hű, erről már láttam korábban képet, ez a Ferrari istálló, ha jól látom. Igen. Hogy ez egy szenzorkonzol? Tehát ez egy szenzorcsoport? Úgy. Amit mondjuk még mozgás közben megértenék, mert mondjuk élőadatban tök jól lehetne vele aerodinamikát figyelni, de hogy ez itt mit csinál most? De hogy azt csinálja, pontosan amit mondott. Tehát ez most a első szabad edzés előtt vagyunk. Az első szabad edzésen végeznek aerodinamikai ellenőrzéseket. Elsősorban korlátos az, hogy milyen sebességgel tesztelhetnek a szélcsatornában, és hány órát tölthetnek el a szélcsatornában. Ezen kívül a CFD, tehát a számítógépes analízis ideje is korlátozva van. Mind költségcsökkentés, mert a gazdag csapatok ne jussanak több előnyhöz ezáltal. Na most ez azt hozza, hogy alibiből, nem alibiből, persze azért valós hatása is van, az első szabad edzésen ilyen mérő rácsot helyeznek el az autóra, és a nyomást mérik ezekkel a rácsokkal. Nem veszélyes, hogy egy ilyennel felmegy az autó? Azért valamilyen mérnökök ezt biztos megtervezték, értem, hogy ezt kibírja ilyen, azt a 300-at, amikor ugye Magyarországon ennyi nagy jelvú 300-at is ugyanúgy mennek. És látod, hogy itt az alsó részen is rengeteg mérő szonda van. Tulajdonképpen lefedi az autó keresztmetszetét. Az autó keresztmetszetét az első tengely mögött, ez teljesen lefedi, és ez csak az egyik eleme. Tehát ez a mérő rács, mérő hálózat tényleg nyomást mér, viszont van a festés, a flow visualization, amikor különböző festékkel befújják, ami az áramlás, a felszíni, tehát a határréteget, a boundary layer-t tudja elemezni, és ott megnézi, hogy a felszín közelében milyen az áramlás. Nagyon szabadnak tűnik a Forma 1, de elég erősek a szabályok, elég szigorúak a szabályok, ez azt is jelenti, hogy bizony tényleg a végtelenségig ők sem költhetnek a pénzre, vagy a mérésekre, és ezen kívül azért a végső ellenőrzés az ez, amikor az autó kigurul a pályára, és ott tudnak mérni. Úgyhogy két rész van. Ez az egyik, a nyomásmérés, és az áramlás láthatóvá tétele a felületen, az pedig a festékkel. Úgy szól a legenda, hogy amikor Massimo Tamburini megcsinálta a 916-os Ducatit, az alapértelmezett olasz sportmotort, akkor ő kiment vele motorozni az esőbe, és amikor visszajött, akkor megtiltotta a gárdának, hogy lemossák a motort, mert ahogy megszáradtak a vízcseppek nyomai, azok rajzolták fel a tökéletes aerodinamikát. Pontosan, és a felületen csak szigorúan. A felületen nyilván. De hogy most, hogy ez igaz, nem igaz, nem tudni, de hát a Tamburini meg a 916 az alanyi jogon legenda. Igen. Felvezető autó és mentő autó? Talán nem tudom, hogy mi a... Doktor, a DBX-nek medical a szerep. Car, igen, medical car, így van. De hogy ilyet vezettem, ez egy remek autó, de most... A Mercedes-t leváltották a felvezető autói szerepkörből, vagy pedig felváltva, hol a Mercedes, hol az Aston Martin megy ki. Ebben most nem vagyok egészen biztos. Azt tudom, hogy eszelős tempót mennek, mert az AMG GT-ről, ami az elődje volt ennek az autónak, vagy hát a váltótársa ennek az autónak, arról vannak olyan felvételek, hogy izzófégtercsával esik rá a kanyarra, amihez azért meg kell terhelni egy ilyen karbonkerámia féket, hogy világítson. Az, aminek igazán örülök, hogy van változatosság. Tehát bejött egy ilyen autó is, ugye van, amikor egy kis szabad időnk van, ugye az F2, igen. F3, illetve a Porsche kupás autók is mennek, akkor ezt tudjuk nézni. Ez egy Bernd Meidlander, ugye a hivatalos sofőr, akinek a fia Béla. Itt megint csak lehet sok csemegét összeszedni. A csemege az nem csak az, hogy ez egy eredetileg sem rossz autó, hanem megnézed a fékeket, megnézed a gumikat, megnézed azt, hogy ez hogy kopik, milyen háttér van hozzá, hány szerelőjük van, hány konténernyi pótalkatrészt hoznak. Van. Eleve kettő kocsi, mind a kettőből, tartalék. Így van, és van külön gárdája, három szerelő van erre. Angol autónál azért megértem. Már amennyire ez a... Már amennyire, igen. A motor Mercedes például. És akkor itt a kiegészítő elemeknek az aerodinamikáját is meg lehet még csodálni. Meg lehet csodálni azt, hogy milyen a fények, a kábelezés,
a mikrofon, ugye, amit bekevernek az adásba, a motor szívózaja, a kipufogózaja, hogy vannak elhelyezve azok a mikrofonok. Kinyitották az elejét, néztétek? Igen. Kvázi nincs eleje az autónak, azt tetszik ezekben az Astonokban, hogy annyira versenyautós az egész, hogy elől egy subframe van, és nem sajtolt lemez, tehát mindenhol át tudsz nyúlni van, az elején. Így van. Tehát ez ebből a szempontból gyönyörű. Bocsánat, nem tudtam, ezt muszáj volt beraknom, ez a DBX, DBX 707? 707, igen. Tehát igen, ez a 700 lóerős DBX-nek a kereke 285 per 35 23. 23. Mert 23. Kell. Mert kell. És irdatlan tapadása van. Igen, azért nagyon-nagyon kopik, logikus is. A Merci nem ette ennyire a gumiait, azt a korábbi években azt is alaposan megnéztem, az nem ette jó, itt azért más tömegről nem beszélünk. Volt 2,2 tonna. Persze, máshol van a súlypont, sok minden vagy, illetve tömegközéppont, úgyhogy az azért egy kicsit más. Treadwear-ét nézted? Ezek nem széria gumik. Úgy néz ki, mint a széria gumi. Nem mondod, hogy külön gumira van. Más keverékből van. Igen. Azt a mindenit. A safety car-nak és a mentőautónak. Így igaz. Ez a beltér miatt, hogy a minőségi és nívós Aston belteret sikerült néhány odakendelt solt kapcsolóval megkínálni. Mert hogy kell bele. Kell, de hogyha azt nézem, hogy tök érdekes, hogy ez egy mentő, tehát medical car, de ha megnézitek, akkor 5 pontos versenyő van benne. Ez nem ellentmondás egy kicsit, hogy oda kell érni esetleg egy problémához, és akkor le. Bár mondjuk ez gyorsabban oldódik szinte, mint egy hagyományos 3 pontos öv. Egy részről igen, a bekapcsolás nehezebb, ugye ez pedig ráadásul a safety car. Ez meg a safety car? Így van. Ez nagyon lapos. Így van, nagyon lapos, de a másikban is ugyanígy van. Kiszállni viszonylag könnyen lehet belőle, és azért oda kell érni biztonságban, meg azért sietősen. Na most, ha az megtart téged, az soha nem baj, hogyha az úgy tényleg tart. De azért, ha meggondolod, hogy a lábaddal ezt le tudod rúgni, amikor ki kell szállni, jó, egy kis odafigyelést igényel, megvan benne a visszajelzés, a monitorok, első kamera, hátsó kamera képei látszódik, ugye főleg ott fönn a tetején, ami van, abban vannak a kamerák, egyrészt ezt be is adja a versenyirányításba, másrészt itt belül is látszik, hogy hogy alakul mögötte a mezőny, vagy milyenek a pályaviszonyok, mennyi vizet ver föl például. Rémületes lehet, amikor egy ilyen autóval, ami az utcai autóknak a 85%-án lényegesen gyorsabb, felmész, és még mindig te vagy a legkevésbé rugalmas. Sokszor van a rádió üzenet, hogy menjen már gyorsabban egy kicsit a safety car, mert kihűl a gumi, igen. Itt neki külön teszt van előtte, tehát edzés, mehet körbe-körbe, megvan neki az edzés arra, hogy high speed teszt, ahogy ők fogalmazzák, hogy ráérezzen a pályára, megtanulja, és tudja azt a minimális időt, amit a többi, tehát a versenyautó mérnökei meghatároznak, hogy nekünk ennyi és ennyi kellene ahhoz, hogy a gumikat melegetni. Biztonságos maradjon az igen. Autó. Hát most vizen vagy tudják hozni, vagy nem. Ez pedig itt ugye az APX, na, az előbb a... APX, Apex. APX, mert ugye most készül ez az irgalmatlan költségvetésű film a Brad Pitt-tel, az F1, ez lett a címe, ezt bírták kitalálni, ami engem egy picit azért meglep, mindegy, reméljük nem lesz rossz. A verseny közben felvett felvételek elképesztőek, az már az első teaserből látszott, de hogy ő pontosan itt hogy jelenik most meg a futamokon? Tehát beleforgatnak, vagy valódi logók vannak az autón, valódi teljesen. Támogatók? Teljesen. 5-6 helyszínt választottak ki, mennek velük a különböző, például most mentek Spába is. Van 5 autójuk, és az 5 autó az úgy néz ki, hogy F2-es autó az alapja, és a külseje meg van egy kicsit úgy aerózva, mintha F1-es autó lenne. Optikai tuning. Nyilván ezek jobban, könnyebben karbantartható, üzemeltethetők, hiszen ezek széria autók, széria, kis sorozatú autók, tehát nem annyira egyedi darabok. És akkor a többsége ugye kamerakárként funkcionál, vannak ugyan dublőrök, de például Brad Pitt is vezetett itt Magyarországon is, 2 alkalommal is ment körbe-körbe a pályán, tehát ő F2-vel. Is körbe. Elvitték, Kanadában volt egy kis gyakorlás, és ott ment az ember, ott tanulta meg az F2-es autót vezetni, és azt mondom, hogy szemre úgy különösebben jó célegyenes, meg ilyen helyeken nem veszed észre, nyilván az ideje nem olyan lenne, de ahogy elmegy, ahogy vált, hogy használja a fordulatszámokat, teljesen rendben van. Tehát egészen jól ment vele.
És itt ugye látod, rendesen gumimelegítés van, itt készültek arra, hogy nem sokára mennek egy-két kört, voltak 10-15 perces ablakok, ahol mehettek. De nyugtass meg, a futamban nem állnak be. Képzeld el, a rajt környékén ugyanúgy dolgoznak, nem gurultülnek ki a pályára, de például a végén a parkfermébe begurultak. Tehát 20 autó versenyzett a pályán, és a parkfermében már 22 autó volt. Tehát a teljes versenyt megcsinálják versenyzés nélkül. Versenyzés nélkül, pontosan. Elképesztő. És ami igazán a tízerekből is, meg majd a filmre nagyon kíváncsi leszek, hogy ma már ott tartunk, hogy ennek a filmeknek szinte semmit nem lehet hinni. Annyira kicsi lesz a valóság tartalma. A valóságot úgy értem, hogy képi megjelenésben. Nem az, hogy most 100 fokozatú a váltó, mint ahogy néhány filmben, de egyáltalán lesz egy frame, ami nagyon ő benne van, és az autónak talán valamilyen része, és a többi pedig mind utómunka. De olyan szinten, amit eddig nem sejtettem. Tudtam, csak nem sejtettem. Oscar. De hogy neked mi a személyes véleményed, hogy amióta átvette ez az amerikai menedzsment a sportot, azóta elképesztő hírverést és elképesztő hype-ot csinált, akkor én gondolom azért ez kellett ahhoz, hogy megvalósulhasson ez az FA projekt, hogy szerinted ez jót tesz a sportnak az ilyen mértékű popularizálás, vagy pedig ez inkább... Furcsa, de emberközpontúbb lett. Tehát mi, akik ott dolgozunk, egy kicsit jobban érezzük magunkat. Uh-huh. Nincs annyira leszabályozva, mégis minden megy a helyén. Nem tartanak úgy rettegésben annyira. Nyilván nagyon jó volt az, amikor 2020-ban nulla nézővel, nulla médiással lehetett ellenőrizni az autókat, ugye a Covid ideje alatt. Ott rájöttek sok minden, hogy hát így is lehet, és akkor ebből is sok minden kialakult. Jót tesz neki szerintem. Szerdán említette az egyik barátom, hogy akart venni jegyet a következő évire, és ott a vasárnapi, szombati állóhelyek, tehát a general admission már nem volt elérhető. 364 nappal a következő előtt. Így van, de még egyszer... És a magyar futamról beszélünk. Magyarról beszélünk. Ami egy kevésbé tőkeerős ország. Talán, így van. Aztán és arra már ő nem talált jegyet. Nyilván drágább jegyekből mindig van még azért, most még. Futóműállító pasz? Futóműállító. De tényleg az? Nem. Montus ilyenen csinálta a Mazdát csak. Itt végzett Russell, illetve az autója, illetve azok mérnökei. Kettő mérleget használnak a Forma 1-en. Az egyik az kint van a Box utcában, ott például edzések után a gyors méréseket tudják elvégezni, illetve ez a másik, amikor betolják a padra. Itt ez 4 emelő is egyben. Amit ott középen látsz, az egy 3D-szkenner. A forma, az autó méretei, szabályosságát, azt nagyjából ma már 3D-szkennerrel ellenőrizzük. Ott látod, a kék oszlop mögött van a beolvasó. Nem méricskélnek, nem a tolómérő. Van még méricskélés, egy-két méricskélés van, de a döntő többség ma már 3D-szkenner. Nem gondoltam volna. És akkor még bocsánat, itt nagyon érdekes dolgokat látszhat. A két jobb oldalán ott vannak a... Lesz róla külön képek. Kettlebell edzés helyett a... kalibráló tömegek, súlyok, nyilván a tömeg a fontosság ebből emberekhez a szempontból. Emberekhez beszélünk, mondhatsz súlyt. Helyes. Csak ugye azt fontos tudni, hogy ugye, ahogy tanultuk általános iskolában, hogy a tömeg a testek tehetetlenségének mértéke, a súly pedig az, hogy mennyire vonza a föld, ezt a darab vasat, a kettő között mennyi a tömegvonzás. Na, nekem ezzel kalibráljuk ez a mérleget. Hajtókar-hajtórút problémakörnek tűnik. Igen, csak itt jön az, amikor meg tudná azt támadni mondjuk egy okos Mercedes-es mérnök, hogy hoppá, hát ez a mérleg csak ide dobtátok, aztán 6-szor leesett közben, amíg szállítottatok, hát ez nem is jól mér. Na most ez nem így van, hanem ezzel a... És ha jól tudom, ezek ilyen etalon súlyok. Pontosan, majd akkor meg is látjuk a következő képen. Nem a következő, sajnos. Valamikor egyik következő igen. Képen. Gondolom ezek a legjobb pillanatok, amikor... Ez az a pillanat, amikor a kvali alatt, ugye a leintést követően újra kimentek az autók, és itt például volt, aki le is állította a motort, és ott álltak, és szerettek volna menni. Nekem csodálatos, hogy a gumikat hagyták ennyire lehűlni. Tehát ez a, ha jól emlékszem, a Q3. És itt azért olyan autó, amikor látod, csend van, a nézőtér az azért még elég jó, megvan már töltve. És itt mentek ki a Forma 1-esek. Ez nekem egy olyan jó pillanat. Betétfutam? És vannak betétfutamok, így van, hiszen a Forma 1 nem tudja. Kell egy olyan is, aminek van karosszériája. Igen.
Ugye a 911-esek mennek, a Superkupa, Porsche Supercup mezőnye, azt mondhatjuk így durvá, hogy egyforma autók, nagyon jó technika, imádom, főleg amikor egy rajtnál derül ki, hogy amikor elindul mindenki, és tényleg a váltások, az első 3-4 váltás, az úgy egyszerre történik annál a 25-30 autónál. Na, itt láthatsz központi kerékanyát, külön szalagos féket, ezek egyik sem extrém nem dolog. Mondhatom ma már extrém. Pontosan, egyáltalán nem. Amúgy nyilván csak látod, hogy ez hogy van megoldva egy széria autónál, hogy használják a külön a fékhűtést, ott látszik egy picit a kipufogón a lambdaszonda hátul, hogyan tud a sárvédő hátsó részén távozni a meleg. Ugye most itt a hátsó kereket látjuk, a jobb hátsó kereket. Sikerült már vezetned 911-est? Nem, 718-ast egyszer tudom vezettél a középmutatóra. Igen, így van, így van. De a 911-en még lógok neked. Még én magamnak lógok. Majd segítek. Szóval, hogy érdemes megnézni, hogy mekkora a féknyerek hátul, mert ugye akár csak a középmotoros autókban, hogy az eskügyáriba kitárgyaltuk, itt talán még nagyobb fékerőt lehet hátul generálni, hiszen a hátsó tengely mögött. Mögött van a motor, így van. Bocsánat, elnézést, hogy belevágok. Azt hiszem a kupás Porsche-kban, vagy hát amit Le Mans-ban használ. A Le Mans-nak középmotoros. Az RSR-ek már középmotoros. Az RSR középmotoros. Ez még farmotoros. Ez viszont farmotoros, így van, ez az olcsó verziója. Jó kis GT. Nagyon jó kis gumikat használnak, itt is lehetett elemezni, hogy ki hogyan csinálja a központi anyás kerékcserét. Éppen pár héttel ezelőtt egyik közös ismerősünknek próbáltunk segíteni, hogy hogyan lehet megoldani a központi anyás kerékcserét kulturáltan, olcsón, egyszerűen. Itt tényleg ez látszik, hogy le van harcolva, dolgozik minden koszos, ott van. Koszos, ahogy egy ilyen autónak ki kell néznie. Imádom. Bilincs. A bilincsnek ott kell lenni. Így van. És hogyha már fék? Fék nyomozó. Így van. Hát ez nem az. No, itt is látod, hogy ez a... Ez egy Aston talán, azt mondtad? Jól emlékszem, ez inkább a... Igen. Ott az Alonso box környékén volt. Mit látunk ezen? Hát elsősorban azt a nagy féktárcsát. A féktárcsa hűtése az érdekes. Ugye egyrészt karbontárcsa, és a sugár irányban van az a hány ezer, 2000 furat, amin keresztül a fék tárcsát hűtik, de a legfontosabb az, hogy az a rengeteg műanyag burkolat, az ott van az egy kerék burkolat alatt. Tehát annak olyan hőmenedzsmentje van annak a keréknek, ami egyben a felni melegítéséért felelős, a fék hőmérsékleten tartásáért, nyilván a kerékagy és a minden egyes termomenedzsmentért felelős, hogy ebben a légcsatornák száma az hű, és persze aero funkciója is van azon kívül. Azt tudom, hogy egy-egy nagyon exkluzív utcai autónál már megjelent a 3D nyomtatott féknyereg, például a Bugatti Chiron Turbionnál. Ez az, vagy ez egy hagyományos szépen megmunkált monokó? Én azt gondolom, hogy ez láttam élőben ugyan, nem tudom eldönteni, hogy az 3D nyomtatott-e vagy megmunkált. Még a megmunkáltra tippelnék. Látod rajta a hőmérőbélyeket, az a kicsit kékes, lilás dolog. Kedvencem. Igen, a hőmérőbélyek, maga ez a féknyereg le van téve ugye a földre, benne van a betét is, és benne van még ugye a tárcsa is így le van téve a földre, mondjuk finoman. Ezzel kapcsolatban még majd lesz kérdésem, ha odaérünk a kerekekhez. Ferrari úgy oldotta meg az egészet, hogy ő kivette a komplet. Az első futómű. Igen, és akkor van egy kis konzol, amin így kirakja. Így van a kerék egy negatív felni kis túlzással, és akkor ezen megáll az egész lengőkar, csonkálvány, légterelő. Nem nézted esetleg? Mennyi idő ezt így kibontani ebben a formában? Pont ezt nem láttam, de hát nagyon ügyesek, és hát szerelnek ők eleget ahhoz, hogy ez ne okozzon nekik nehézséget. Szóval itt nincs általános szerszámkészlet, itt csak olyan szerszám van, ami kell. Szerinted mennyire írja fel a precizitást, a műhely mentalitást? Tehát, hogy aki mondjuk meghúzza azt a összekötőt a GSM-ben, amikor behajtja az átmenőt, hogy neki azt mondja, hogy a kezemben van a nyomaték, és vagy még azért mindig előkerül a nyomaték kulcs, vagy pedig a szerszám maga van nyomatékra állít. Minden pillanatban a karosszéria burkolat csavarjait nem húzzák meg külön nyomaték kulcsal, de az is az a nyomatékhatárolós elektromos kulcsal húzzák meg. Ezeknél mindig előkerül a kis nyomaték kulcs. Van egy tálcája minden műveletnek, ha most ki kell szedni a bal első futóművet, annak van egy tálcája, abban az összes
szerszám benne van, így van, és a kötőelemek. Tehát amit cserélni kell, vagy elhullik, elgurul, és 10 métert a műgyantán elgurul, azt nem veszik föl, hanem azt kicserélik. Tehát nincs olyan, hogy a kezemben van a nyomaték, hanem akkor az... Az, igen, az itt nincsen. Na, kerekek, ugye az, hogy melyik peremjelölés mit jelöl, azt viszonylag tudjuk, de ugye pont előbb néztük, hogy milyen intenzív hűtés van ezeknek a fékeknek, és akkor ráteszik ezt a már-már otromba kupakot a túloldalról. Van itt valami aerodinamikai trükk, vagy ennek más szerepe van? Na, nekem se annyira tetszik ez a burkolat, de aerodinamikai szerepe van mindenképpen. Ugye a nagyobb luk az a szelephez való, hozzáférésre való, és gyönyörűen látszik itt is, hogy a kerékcsere esetén ugye az anya, az benne van a felniben. Erre se kell nagyon rácsodálkozni, csak mégis egy tény, hogy a kerékcsere során, amikor leveszik a kereket, a kerékkel együtt megy az anya, és az új felniben pedig benne van az anya, és azzal együtt húzzák meg. Geniális. De akkor ezek szerint a fék hőháztartása még így is rendben van. Így is azért azok a kis furatok azért egyébként sem véletlenek, és nem arra kell gondolni, hogy minden esetben, ha mondjuk belülről megy be a hűtőlevegő, akkor kívül jön ki, hanem az a megfordul hátsó bent részén is. Így van. Így van. Hegedűs Csabi, a tulajapályánt, aki nézte sokat, ugye mindig ő volt a hang a rádióban, ő végezte az időmérést. Gondolom itt most nem az időmérés miatt. Itt ő a gyalogos beavatkozóknak a vezetője, tehát a pálya mellett található összes gyalogos beavatkozó, aki nevezzük tűzoltónak sok esetben, de nyilván a pontos neve a gyalogos beavatkozó, ő a vezetője, ő szokott készíteni a... Bocsánat, minden olyan rendkívüli esemény, ami nem a aszfalton történik a pályán. Így van. Amikor egy kicsit kicsúszik valaki, meg kell menteni, el kell oltani a tüzet, vissza kell rakni a gumibálákat, esetleg a pályát le kell takarítani, tehát nem a zászló sportbírók, hanem az összes többi, akik sűrűben állnak a pálya mentén, hogy gyorsabban odaérjenek, nekik ő a vezetője, szokott kedveskedni a kollégáknak. Itt például aláírat egy olyan zászlót, amin hát azért azt hiszem, hogy tényleg egy értéket képvisel a rajongóknak, és azt a sportbírók között sorsolják ki. Jól hangzik. Úgyhogy ő ebben. Hú, ezt is beraktam. Kerti locsolás. Azért raktam be, volt egy másik kép is, amin ráléptél az egyikre, hogy látszódjon az átmérője, ezek ilyen, hát, kisgyerek csuklónyi csöpet nagyjából. De és én azt gondoltam, hogy ez a broadcast, mert itt irgalmatlan adatforgalom van, ugye ez az igaz. A média és az egyek között, de akkor azt mondtad, hogy nem, mert ez áramellátás. Sajnos a többsége áramellátás. És amikor kimész, és azért beszélek így, hogy látod, hogy minden nap jön egy tartálykocsi gázolaj, egy komplett tartálykocsi, ami körbe megy a pályán, és nem egyszer megy, föltölti az agregátorokat, pedig komoly áramellátása van a hudaroringnek. Mert annyi szüksége egy? Minden. Hát most képzeld el a motorhómokat, annak a légkondicionálása. A boxokat nagyon sokan légkondicionálják, fűtik a gumikat. Hány szett gumi van, azokat folyamatosan fűtik, nyilván nem egy éjszaka, hanem amikor erre valóban szükség van. Rengeteg energia elfogy, a nagy LED panelektől kezdve a kommunikáción át, rengeteg hangosítást, sorolhatnám, mi minden fogyasztja ott a... És még amellett is ilyen kábeleken jön a delej. Ezeken, azokból az agregátorok megy el. Így van. Ez komoly. Nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy azért egy 21. század versenypálya az ki tudja szolgálni az áramigényét. Pontosan ezért építik át, mert ez nem 21. századi versenypálya már, éppen hogy még megfelel, és a korszerűsítéssel ezekben is lépnek nagyokat előre. Persze be lehet megújuló energiaforrást önteni ezekbe az agregátorokba, tehát nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy 100%-ig a kőolaj van, mindent meg lehet oldani, mint ahogy az üzemanyagok nagy része is megújuló. Például, igen. Leparkolt a Verstappen helyére. Egy ilyennel jársz most. Majdhogy nem. Igen. Ők voltak az egyetlenek, akik elektromos autóval járnak. Ugye készül majd egy együttműködés a Ford. Milyen jó, hogy Red Bull a csapat, úgymond márka független, tehát nincsenek ilyen mindenféle nyomasztó megkötéseik a pilótáknak, hogy mibe ülhetnek és mibe nem ülhetnek. Így van. Ez nekik tényleg egy jó dolog. Most ez a gépük, ezzel járnak, tavaly is ezzel voltak, kölni rendszámú Maki GT-k, amivel járnak. A többiek, van, aki hibriddel, van, aki bérelt autóval, van, aki pedig hozza a versenyről versenyre.
Megvan Vettel, aki biciklivel jött. Van olyan is, vagy motorral is. Hétvégén indult, képzeld, egy bicikli versenyen, egy 150 kilométeres terepversenyen, enduro versenyen, azt hiszem 8 óra alatt teljesített is. 150. És terep. És a feleségének a nevével regisztrált, hogy ne legyen hírverés, és utána nem nyilatkozott, páran felismerték, csinált pár selfit, de se a sajtónak, se senkinek nem nyilatkozott, hanem hazament. Csak biciklizett egy jót. Na. Alkatrészek, szerszámok és jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Itt ellenőrzöl, vagy csak regisztrálsz? Ugye itt látszik az, hogy a fejem fölött a car cover zone, az azt jelenti, hogy 32 perc múlva befejeződik az az ablak, amiben szerelhettek a csapatok, ugye a qualifying után, tehát az időmérő edzések után. Itt most azokat rögzítem, hogy milyen műveleteket végeznek az autón, mellettem van egy kis lap, amin mutatja, hogy milyen műveleteket lehet soron kívül elvégezni. Nagyon fontos, hogy vannak szabályok, kevés dolgot lehet az autón a szabad edzések befejezése után, igazából az időmérő edzések kezdetétől csinálni. Tehát ahogy lementél az edzésen, olyannak kell lennie az autónak. Itt még annyi érdekesség, hogy oda van írva arra a kis műanyagra Joe, abban a kis műanyagban a jobb visszapillantó tükör eltört, és azt a tükörlapot cserélték, arra volt egy külön engedélyük, különben nem is lehetne. Itt például azt cserélték ki ebben a pillanatban, de előtte itt a rugók, lengés csillapítókat pakolja, igazából ezek csak a rugók, azokat rakja el, azokat rakták sorrendbe, és az volt az utolsó művelet, amiket csináltak. Egy fontos kérdés. Mennyire van benne az egyénnek az emberi tényezője ezekben? Tehát, hogy azért itt van egy meglehetősen szigorú szabálykönyv, amit ilyenkor betűre betartasz, vagy van azért van egy ilyen kis emberi méltányosság benne, hogy az a csavar kivallazóba inkább húz meg, már kívül vagyunk az időn, de nehogy baj legyen belőle, vagy betűre pontosan. Hát én inkább ez a kocka vagyok. Így lenne szerintem mindenkinek egyforma az esélye. Most ha van 20 ember, 20 féleképpen értelmezi, akkor az csak az, hogy jó, maradjál. És a kollégáim is így állnak hozzá, tehát szigorúak vagyunk. Most is volt egy fogás, tavaly is volt kettő fogás, akik... Milyen fogás volt? Hát, hogy túlmentek az időn. Ott nyugodtan szerelnek, és akkor úgy próbálják lehúzni az ajtót elől, de hát hello, még nem kéne lehúzni, mert akkor jön a plombálás, ugye teszünk rá egy hálót, vagy tesznek ők rá egy hálót, és akkor utána az alját összeplombáljuk, hogy ne férjenek hozzá. Szóval szigorúság. Szerintem jó, mert kamerával is nézzük. Hát, onnantól, hogy kamera van, onnantól sok kérdés nincs. Egy befotózott jegyzőkönyv. Igen, ez egy olyan, inkább ez egy engedély arra, amikor ugye Perez összetörte az autót, hogy különböző dolgokat cserélhetnek, ugye a qualifying, ugye quali damage replace, tehát mivel hogy összetörte, kértek külön engedélyt arra, hogy mit cserélhetnek ki. És ez itt. És ezeket ide felvezetik. Felvezették, aláírták, így van, Matthew Wolda. Percre pontosan. Pontosan. 5 óra 4 perckor, 20-en 2020. Így. Ezeket a dolgokat lehetett cserélniük, és hát ugye ezt meg is csinálták, ennek következtében ugye a box utcából rajtoltak. Itt pedig egy szép kis slow-mo felvétel egy box kiállásról. Annak a gyakorlásáról, ugye? Nincs ez egy mindenki, nincs ja, mindenki. Ezért tettem be a felvételt, mert meg akartam kérdezni, hogy hát meg nem önerőből jön be az, nem önerőből. Látom. Tolják, így van egy szerelem, szóval, van benne. Te a futam alatt ilyen közelségben dolgozhatsz, működhetsz? Kötelező vagy is. A gyakorlás alatt fér bele. A gyakorlás alatt is. Arra figyelek, hogy ne zavarjam őket. Tehát nem az én feladatom ott, hogy ott mindent megtudjak, hanem az a feladatom, hogy a szabályokat ellenőrizzük, hogy betartják-e, és akkor megpróbálok nem láb alatt lenni. Ez össze is jön, viszonylag kicsi a box, oda kell figyelni, de az évek alatt kialakult, hogy hol van az a hely, ahol én elférek. És itt látok. Például matricákkal megjelölik a karosszériát, hogy ugye megint csak arról van szó, hogy a időmérő után nem lehet elemeket cserélni. Ezeken a helyeken voltak FIA hologramos matricák, ezeket följegyeztük, és később
Elhőrzitek, hogy a helyén van. Így van. Azok ott a 21 ezer meg a 21 ezer 9 azok valamiféle milliméterek? Valahonnan, valahol? Nem, hanem a sorszáma a matricának? Azt már oda nem tudtam ráírni, a sorszáma a matricának, a azonosító száma azoknak a matricának, azt kellett visszakeresni. Igen. És akkor az utolsó kép az etalon súlyok, majdnem etanolt mondtam. Az is, igen, többször használjuk. Arról van szó, hogy ez a egész versenysorozat megy a világgal, együtt mindenhol. Azt tudtuk általános meg középiskolából, hogy a mérleg nem ugyanannyit mér a Föld különböző pontjain, attól függően milyen tengerszint felenti magassággal, meg hol helyezkedik el a bolygón, ugye a tömegvonzás miatt. Na most azokat a mérlegeket, amiket állandóan visznek magukkal, kettő mérleget, azokat ugye hitelesíteni kellene, vagy kalibrálni. Itt a kalibrálás módszert választják, tehát helyi 20 kg-os súlyokkal, aminek az az érdekessége, hogy itt lent, amit belenagyítasz, vagy itt azon a kis négyzeteken, ezekben kiegészítő ólomsúlyok vannak. Tehát ezzel hozzák ki azt, hogy az a nagy darab vas leöntve, megsérülve, akárhogyan lefestve. Megütik, karcolják. Pontosan, az annyi, amennyi, az nem biztos, hogy 20 000 gram lesz, és ezzel a kis betét súlyokkal hozzák föl a 20 000 gramra. És a kalibráló súlyokat milyen gyakran kalibrálják? Annak az éves kalibrálása van, tehát azt elviszik a minden esetben az OMH-nál bemérik, és akkor ezt fölrakják a mérleg talpaira, és megvan a hitelesítés, hogy igen, valóban jól mérünk, minden jól történt. Emiatt nincs arra lehetőség, vagy nincs arra esély, hogy valaki abba fog kössön bele, hogy nem jó a mérlegetek. Tökéletes. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem nekem legalábbis, mondjuk én ilyen mondjuk 10%-nyira vagyok benne a Forma 1-ben, tehát amikor az anyósom nézi hétvégente, akkor fél szemre odasandítok, de hogy így nagyon sok volt a friss info. Inkább a műszaki dolgokat én is azt keresem. Igen, az viszont határozottan érdekes, meg az ilyen univerzális, tehát hogy az egy Suzuki Swift-ben is, meg egy Forma 1-es autóban is úgy működik, csak más léptékben. Szóval, hogy amiről még beszélnünk kell, hogy lement most 3 epizód Eskügyári, amit nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan megnéztetek, mert nagyon-nagyon. Tehát annak ellenére, hogy mennyire hosszú, mennyire tömör és mennyire ilyen mélyvizes úszóknak szóló műszaki tartalom volt, hogy nagyon sokan megnéztétek, aminek nagyon örülünk. Most jön egy kis szünet, de már tervezzük a következő forgatást. Jelentkeztek sokan, ami így a rendszámokat ért a búzus miatt nem annyira tűnt kézen fekülnek, de azért egy jó 20 jelentkezőnk van, és forgatni fogunk további epizódokat, és akkor ilyen két heti megjelenésekre számíthattok. Neked mi volt az élményed az Eskügyárival kapcsolatban? Volt egy elképzelésünk, hogy igen, milyen hosszú lesz. Egy sokkal epizód, hosszabb lett. És az nem jött össze. Na ez volt az egyik legmeghatározóbb nekem, hogy gyorsan megnézünk, mondunk egy-két dolgot, nem tudtunk megállni egy-két dolognál. Nem. Mert olyan érdekesek az autók, szépek voltak, jók lettek, tetszett mindegyik autó. Nagyon pozitív kommenteket kaptunk, köszönjük, tehát ez tényleg jó, hogy nektek is tetszik ennyire. Picit azért műszaki, lássuk be, de azzal, ahogy megközelítjük ezt a kérdést, szerintem mindenki tud belőle hasznosítani. Ami már más esetleg, akármi, akár mások már megszenvedtünk, hasznosítson belőle valaki. Megbízom benne, hogyha valaki nem is megy le egyből a csavarkulcsra a garázsba, szórakoztatónak találja azt, hogy megismer valami újat. Igen. Vagy felfedez olyan összefüggéseket, amiket már tök rég nézeget, csak eddig így nem mondta ki senki, és hogy ez így most nekem legalábbis sok ilyen élményem volt, ami például, hogy ültették le a Swiftet, hogy nem a futóművet engedték le, hanem a kasznit engedték le a futóműhöz képest. A futóműhöz képest, így van. És ezek nekem minden dolog, hogy mennyire logikus, csak hogy is sose gondoltam bele. És igen, ezek voltak az ilyen jó kis felismeréspontok, és bízom benne, hogy ez a nézőknek is így megvolt. És hamarosan akkor letűzzük a következő forgatási dátumot, és akkor most már igyekszünk nem 3, hanem mondjuk 5 adást felvenni, és akkor 2 heti rendszerességgel ezt tudják követni az emberek. Esetleg ide kommentbe írjátok meg, hogy milyen autót látnátok szívesen. Van miből válogatni szerencsére, úgyhogy még az is lehet, hogy akár valakinek teljesül a vágya. Van sok érdekes autó a világban, akár versenyautó félig meddig, így akár utcai autó talán. Most inkább az utcaiakra szeretnék koncentrálni, de egy-két versenyautó is biztos, hogy be fog csúszni megint. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, akár a Forma 1, akár az Eskügyári miatt. Hamarosan folytatjuk, addig is iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.